Társulás alakul, akár már októberben létrejöhet a Tisza Európai Területi Társulás. A megalapításról szóló előterjesztést ma fogadta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Közeleg a határidő. Október 15-ig van idejük a kertigép vásárlás támogatásáról szóló pályázaton nyertes gazdáknak arra, hogy beszerezzék a megvalósításhoz szükséges okmányokat és igazolásokat. Szakmai fórum. Tisztább, átláthatóbb a helyzet a korábbi években tapasztaltaknál az autószerelő szakmában, hangzott el egy vállalkozásokat érintő nyíregyházi rendezvényen. Akár már októberben létrejöhet a Tisza Európai Területi Társulás. A megalapításról szóló előterjesztést ma fogadta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A társulás alapító tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács, valamint Kisvárda város önkormányzata. A csoportosulás az önkormányzatok és régiók együttműködésére, valamint az uniós támogatások hatékony felhasználására ad majd lehetőséget. A szeptember 25-i megyei közgyűlésen döntöttek továbbá a bírósági ülnökök megválasztásáról és a megyei területfejlesztési koncepció kiegészítéséről is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés az előző június 30-ai ülésén tárgyalta a megye közúthálózatának állapotáról, többek között arról, hogy szükséges több alsóbbrendű útszakasz felújítása, például az M3-as Ófehértúi csomópontja és Nyírbátorváros közötti 4105-ös számú út fejlesztése is. Ezzel kapcsolatosan írt levelet a megyei közgyűlés elnöke a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. A válaszlevélben az áll, az útszakaszok felújítását a TOP pályázatok segítségével látják leghamarabb megvalósíthatónak. Ezzel kapcsolatosan fejezte ki elégedetlenségét az MSZP-s Veres János. A Fejlesztési Minisztérium sajnálatos módon ezen utak felújításának a lehetőségét egy olyan forrásra hárítja, amely sok év múlva fog majd csak a megye rendelkezésére állni. Ez azt jelenti, hogy sajnálatos módon érdektelennek minősíthető a Fejlesztési Minisztérium abban, hogy ezen utak felújítása gyorsan megtörténjen. Itt alapvetően az autópályákra fölvezető utaknak a felújításáról van szó, részben a nyírségi, részben pedig a Szatmár-Beregi tájegységben. Az üggyel kapcsolatosan a közgyűlési elnök azt mondta, a cél az, hogy az útfelújítások minél hamarabb megvalósuljanak. Mindent megteszünk még egyébként azért, a megyei közúttal összefogva, kormányzati kapcsolatokat keresve, hogy ez az út ne a TOP forrás keretében, hanem még korábban valósuljon meg, hiszen itt valóban minden egyes elvesztegetett fél év közbeszerzési eljárások és a többi időveszteséget jelent, és a befektetői szándékokat veszélyeztetheti Nyírbátorba, ezáltal a munkahelyek problématikája vetül fel. A közgyűlésen elfogadták a Tisza Európai Területi Társulás megalapításáról szóló előterjesztést is. Az alapító tagok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzata, Kárpátaljai megyei tanács, valamint Kisvárda város önkormányzata. A társulás a későbbiekben újabb tagokkal bővülhet, hangzott el a közgyűlésen. A csoportosulás, azaz az EGTC, az EU egyik olyan jogi eszköze, amely önkormányzatok és régiók együttműködésére és az unió támogatások hatékony felhasználására ad majd lehetőséget. Egy rendkívül új helyzet állt elő, amikor az Európai Unió részét nem képező állam területével fogunk mi most egy korlátott felelősségi társaságot létrehozni, amely azt eredményezi, hogy jogi személyként jelentős Európai Uniós forrásokhoz fogunk hozzájutni az eldöntető célokra. Na igen, ám, de itt van egy kiskapu. Azért az elmúlt időszakban itt a megyében is gyakran előfordultak olyan beruházások, amik nem voltak, hogy is mondjam, csak felhétlenül tiszták. Ezeket a tapasztalatokat be kell gyűjteni, és ezeket a tapasztalatokat be kell építeni a most kialakulásra kerülő társulás munkájába. A képviselők egyhangulag igennel szavaztak ennél a napirendi pontnál. Hogyha a tiszai árvízi védekezéssel kapcsolatosan, vagy ennek a infrastruktúrális fejlesztésekkel kapcsolatosan a uniós fejlesztésekhez jutunk, többek között a megyénknek a biztonságát, Kárpátaljának a biztonságát is erősegítheti, hiszen azért még emlékszünk a nagy tiszai árvízre is, és hát bizony ott még talán vannak most is tennivalók.
A szeptember 25-i megyei közgyűlésen döntöttek továbbá bírósági ülnökök megválasztásáról, a megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és a megyei területfejlesztési koncepció kiegészítéséről is. Utóbbival kapcsolatosan az úgynevezett turisztikai célterület lehatárolásokat újra tárgyalja majd a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság. A közgyűlés végén az elnök bejelentette következő ülésüket, november 20-án tartják majd. Október 15-ig van idejük a kertigép vásárlás támogatásáról szóló pályázaton nyertes gazdáknak, hogy beszerezzék a megvalósításhoz szükséges okmányokat és igazolásokat. Ezek után a kifizetési kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus felületén lehet benyújtani. A májusban kiírt pályázatra első körben 10 milliárd forint állt a pályázók rendelkezésére, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt az összeget közel 5 milliárd forinttal megemelték. A gazdálkodók kis és nagyértékű gépekre is pályázhattak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Október 15-ig lehet a kifizetési kérelmeket beadni, ami azt jelenti, hogy addig a napig meg is kell valósulni a beruházásnak, tehát ez úgy kell megvalósulni, hogy a kiszemelt eszközöt meg kell vásárolni, nem csak fizikai teljesítés kell, hanem pénzügyi teljesítés is kell szükséges, tehát ki is kell fizetni az adott eszközt, hogyha olyan eszközről van szó, amit forgalomba kell helyezni, tehát mondjuk egy traktorról van szó, akkor az forgalomba is kell eddig az időpontig helyezni. És kifizetési kérelmeket elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-nak a felületén. A kisértékű kertigépek közül a 100 lóerő alatti traktorok iránt volt a legnagyobb a kereslet. Azok tudták igénybe venni, akiknek a kertészeti üzemmérete meghaladta a 4 EUME nagyságot, és hát volt egy egész hosszú lista, amiből lehetett válogatni. Tehát az ennyi, hogy volt benne traktor 100 lóerőig, valamint mulcserek, permetezők, bele lehetett tenni még a szemenkénti vetőgépet is. Ezt úgy, olyan módon, mert hogy a kertészeti üzemméretbe beleszámít a csemege kukorica is, és ezért ugye a szemenkénti vetőgéppel csemege kukoricát pedig el lehet vetni. A támogatási intenzitás 35% és 45% közötti utófinanszírozásos megvalósítással, ami azt jelenti, hogy az idei év végéig fizeti ki az MVH a pozitívan elbírált projektek támogatási összegét. Tisztább, átláthatóbb a helyzet a korábbi években tapasztaltaknál az autószerelő szakmában, hangzott el egy vállalkozásokat érintő fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. A rendezvényen szó esett a fekete gazdaság visszaszorításáról, az etikátlan kereskedésről és a garanciális problémákhoz kapcsolódó tennivalókról is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában a helyi autószerelő vállalkozások működését érintő hétköznapi problémákról tartott vállalkozói fórumon többek között az is kiderült, hogy miben változtak a megyei kormányhivatalok, a gazdasági versenyhivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal iparágat érintő ellenőrzési tevékenységei. Mi a legális vállalkozókat képviseljük és a tagjainkat, és nekünk ez a kötelességünk. Javult az elmúlt időszakban a fekete gazdaságnak ezen része. Én talán azt tenném mondani, hogy a gazdasági versenyhivatalnak a jogosultságai megváltoztak, és egyéb más dolgok. A megyei kormányhivataloknak megerősödött a tevékenységük, sokkal hatásosabb az ellenőrzés, meg egyéb. Sajnos nem nagyon érződik a közúton az ellenőrzés, tehát az egy külön problémakör. És én 2 év és 3 hónap ezelőtt ebben a helyiségben én tartottam egy előadást. Akkor ígéretek hangzott el, nagyon sok ígéret ebbe a helyiségbe. Úgy gondolom, hogy én kötelességemnek éreztem, hogy eljövök egy előadást most tartani, hogy mi az, amit a mi szervezetünk, a mi tagjainknak tudott biztosítani ezt a 2 év alatt. Az autóipari szakképzésben országszerte 26 intézményben megközelítőleg 600 hallgató tanul a kétszintű szakmunkás technikus képzéseken. Több probléma van ezen a téren, hogy a szakmai képzésnek milyen gátjai vannak a mi szakmánkban. Hát szeretnék egyet-kettőt megemlíteni. Az egyik talán az, hogy magába a oktatás struktúrájában, amit elő van írva, azt nagyon kevés vállalkozó tudja teljesíteni, tehát ezért a vállalkozóknál elég kevés tanuló van kihelyezve, főleg az iskolákban vannak. Az iskolák jobban azt a területet át tudják látni,
és el tudják adni eszközzel, oktatóval, mindennel, amit igazából követel tőlük a mostani szakképzés. A megváltozott szabályozás szerint már a második szakképzés is ingyenes. A képzésben résztvevők tanulószerződéssel helyezhetők ki vállalkozásokhoz gyakorlati oktatásra, ahol a minimálbér 15%-át kereshetik meg. Több tucat helyszínen több mint 30 programmal várták az érdeklődőket a Nyíregyházi Főiskolán, a Kutatók Éjszakáján. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 6 testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen a Magyar Diáksport napján. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a testnevelőket. Második bajnoki meccsén megszerezte első győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B újonca Orosházán lépett pályára, és 33-26-ra verte a házigazdák együttesét. Rácz Sándor tanítványai szombaton 16 órai kezdettel a Nyíradonyt fogadják. Több tucat helyszínen, több mint 30 programmal, köztük érdekes előadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbemutatókkal várták az érdeklődőket a Nyíregyházi Főiskolán, a Kutatók Éjszakáján. Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozatát 9 évvel ezelőtt azzal a céllal hívták életre, hogy a fiatalok kedvet kapjanak a tudományos életpályához, valamint reálisabbá tegyék a kutatókról kialakult, sokszor sztereotípiákon alapuló véleményt. Én most egyszer megpróbálom ezt így megfelelni. Ilyen kísérleteket is láthatott az a rengeteg fiatal, akik ma részt vettek a Nyíregyházi Főiskola Kutatók Éjszakája elnevezésű programján. A kezdeményezéssel országszerte a tudományokat népszerűsítik. Általában az oktatásban inkább az elmélet kerül előtérbe, és a diákok ettől olyan távolinak érzik az egészet szerintem. Kerekes Benedek, a tudományos tanács elnöke a megnyitón elmondta, igazán fontos, hogy az új tudományos értékeket és eredményeket megismertessék a fiatalokkal. A Kutatók Éjszakája az egy ilyen lazább, közvetlen stílusban, interaktív játékokkal, bemutatókkal ötvözve, mint ahogy ugye látják, ismerik a programból, rendkívül széles. Minden évben ugye a látványos fizikai kísérletek, kémiai előadások szerepelnek a program élén, ezen kívül itt a Műszaki és Agrártudományi Kar intézetbe a meglévő laboratóriumi infrastruktúrából megpróbáljuk bemutatni a mi tudományos eredményeinket ezek segítségével. A Nyíregyházi Főiskola a természettudományos szakjait is népszerűsíti ezzel a programsorozattal, és a leendő hallgatóknak mutatják meg, hogy mennyire érdekes tud lenni a természettudomány. Megtekinthetik, hogy a füstölő, robbanó, elegyedő színes folyadékok mögött ott van a tudományos magyarázat is. Miközben egyre több olyan eszköz, mondjam azt, hogy kütyű, szlengel vesz körül bennünket, amelyben ott vannak a tudománynak az eredményei. Tehát állandóan ott van a zsebünkben. Nézzük, hallgatjuk, belebámolunk, és sorolhatnám tovább, és igazából nem tudjuk, hogy emögött milyen tudományos eredmények vannak. Sőt, ennek a hétnek a egyik híre, nem tudom, hogy a médiában mennyire jelent meg, az, hogy a felmérések azt mutatják, hogy az igazi tudományos ismeretterjesztő, tehát nem az áltudományos és nem a, bocsánat, hogy ezt kell mondjam, nem a gagyi, hanem az igazi tudományos ismeretterjesztő műsoroknak az aránya csökkenőben van. Az előadásokon kívül a gyerekek a valódi életben használt eszközöket, új műszaki eljárásokat kipróbálhatták, és játékos formában megismerhették a működésük hátterét is. Szegedtől Nyíregyházáig kerékpároztak a Motiváció Egyesület munkatársai a Hajts az integrációért elnevezésű projekt keretében. A program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a kirekesztés, a gyűlöletbeszéd és a szegregáció elleni fellépésre. A biciklitúra állomásain érzékenyítő foglalkozásokat tartott az Egyesület, a pénteki zárónapon Nyíregyházán pedig előadásokat hallhattak és kipróbálhatták a Mentortárs elnevezésű társasjátékot is az érdeklődők. Ez egy olyan társasjáték, amely játékos formában próbálja azt a résztvevőknek megmutatni, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek milyen
kudarcokkal szembesülnek az iskolákba, ami az esetek zömében nem saját felelősségük, hanem egyértelműen a családi környezetükből, a szegénységükből, a szülők iskolázatlanságából fakad. Erről nehéz beszélni izgalmasan, úgyhogy éppen ezért játszunk. Én magam is egyetemi oktatóként ezt a hallgatóimmal minden tanévben megszoktam ezt a játékot játszani. Hat testnevelő tanár vehetett át elismerést a megyei közgyűlésen a Magyar Diáksport napján. A Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően a tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a testnevelőket. Az elmúlt év februárjában kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolában zajló munkát. A két testület minden évben 6 pedagógus jutalmaz meg utánpótlás nevelő munkájuk elismeréseként. A választás az egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen hála Istennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg olyan testnevelő tanár dolgozik a iskoláinkban, a diáksport területén, aki elismerésre méltó és jogosult lenne. A kereteink azok meg voltak szabva, és ennek szellemébe természetesen meg kellett hoznunk a döntést, de úgy gondolom, hogy emellett ez a turnus haton kapnak kitüntetést, emellett minden testnevelő tanárnak az elismerése is a mai nap, és ezek a kitüntetések lényegében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport területén dolgozó összes testnevelő tanárnak szólnak, és mindegyikük elismeréséül szolgálnak. A Magyar Diáksport Szövetség tiszteletbeli alelnöke szerint versenyrendszerüknek köszönhetően a kisebb településeken élő fiatalok is esélyt kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. A Diákolimpia versenyrendszerét 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Diáksport Szövetség, és egyedülállóan szervezi a felmenő rendszert, hisz az utolsó kis település is bekapcsolódhat ebbe a versenyrendszerbe, és be is kapcsolódik, reméljük, minél több gyerek. Ma pedig a Magyar Diáksport napja van, úgyhogy nagyon szép alkalom volt ez a kitüntetésre a itteni 6 testnevelőnek, hisz nagyon sok testnevelő tesz azért, hogy egészséges nemzedék nőjön fel. Barát Sándor közel 3 évtizede dolgozik testnevelőként Gyulaházán, ahonnan az országos döntőkre is eljutott tanítványaival. Büszkék vagyunk arra, hogy országos diákolimpiát nyertünk úszásban, váltóban, büszkék vagyunk arra, hogy labdarúgásban, Zalaegerszegen voltunk a futszal országos döntőn, kisiskolák országos versenyén voltunk 2 éve visszamenőleg labdarúgásban, atlétikában országos döntőn voltunk, Székesfehérváron, Gödöllőn, mezei futásban, ezekre vagyok a legbüszkébb. A közgyűlésen elismerésben részesült még Bakosi Béláné, a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanára, Rontóné Tári Gizella, a Tiszavasvári általános iskola testnevelője, dr. Pintya Zoltán, a Nagyvarsányi Református óvoda és általános iskola pedagógusa, Széles Zoltán, a Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium és kollégium testnevelő tanára, valamint Pap Szilárd, a Csengeri Makovecz Imre általános iskola testnevelője. Második bajnoki meccsén megszerezte első győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1B újonca Orosházán lépett pályára, és 33-26-ra verte a házigazdák együttesét. Rácz Sándor tanítványai szombaton 16 órai kezdettel a Nyíradonyt fogadják. Bármit csak 2 fordulót játszottak le a női kézilabda NB1B-ben, már is el lehet mondani, hogy a kisvárdai KC jól kezdte a szezont. Rácz Sándor együttese az első fordulóban 9 gólos hátrányból felállva játszott 27-27-es döntetlent a legutóbbi ezüstérmes Kecskeméttel, második meccsén pedig megszerezte első győzelmét a KKC. Orosházán az első bajnokin súlyos térsérülést szenvedő szabókapus nélkülöző vendégek 1 góllal nyerték az első félidőt, a második játékrész első felében pedig végleg eldöntötték a 2 pont sorsát. Más mérkőzés volt edzői szempontból is, tehát nem volt ilyen hektikus és szívroham környéki mérkőzés. Fejfelmért haladt a 2 csapat. Első félidő zömében 1-2 góllal a hazai csapat vezetett, viszont a félidőre már mi mentünk 1 előnnyel. Aztán következett a második félidő, ami részben hasonlított az első mérkőzéshez, és az első mérkőzésen a felzárkózás abból fakadt, hogy volt egy 12 támadásból 11 gólt lőttünk, itt pedig volt 14 támadásunkból 12 gólt lőttünk. Ebben a negyed órában el is dőlt a meccs. A vége már az ilyen ráadás volt, mind a két csapata a mérkőzés végét várta.
A kisvárdai csapat a harmadik fordulóban a bajnokságot egy vereséggel és egy győzelemmel indító Íradonyt fogadja. Munka van bennünk, és ebből a munkából lehet jól, meg kötelességünk jól is játszani. Íradonyról viszont el kell mondani, hogy ilyen észrevétlenül ott lézeng és ott lappang már évek óta az NB1B-be, és többször fenyegette a dobogós helyet. Meg is csípték néhányszor. Talán egy kicsit most nagyobb játékos cseréjük volt, és talán keresik az arculatukat, de egy kényelmetlen ellenfél lesz. Azt mondom, hogy a két emberes és a digi-dugi kézilabdának a magas színvonalát fogják előadni, meg fogunk izzadni velük. A kisvárdai KC Nyíradony mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Várdai Sportcsarnokban. A Ferencvárost fogadja a Nagyecsed a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának harmadik fordulójában. Élvonalbeli ellenfelet kapott a másik két megyebeli csapat is, a Kisvárdához a Békés Csaba, a Nyíregyháza Spartakuszhoz pedig a Vasas látogat. A párharcok egy meccsen dőlnek el, a forduló hivatalos játéknapja október 14-e. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Akár már októberben létrejöhet a Tisza Európai Területi Társulás. A megalapításról szóló előterjesztést ma fogadta el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A társulás alapító tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kárpátaljai megyei tanács, valamint Kisvárda város önkormányzata. A csoportosulás az önkormányzatok és régiók együttműködésére, valamint az uniós támogatások hatékony felhasználására ad majd lehetőséget. Október 15-éig van idejük a kertigép vásárlás támogatásáról szóló pályázaton nyertes gazdáknak arra, hogy beszerezzék a megvalósításhoz szükséges okmányokat és igazolásokat. Ezek után a kifizetési kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elektronikus felületén lehet benyújtani. Tisztább, átláthatóbb a helyzet a korábbi években tapasztaltaknál az autószerelő szakmában, hangzott el egy vállalkozásokat érintő fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. A rendezvényen szó esett a fekete gazdaság visszaszorításáról, az etikátlan kereskedésről és a garanciális problémákhoz kapcsolódó tennivalókról is. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. A legfrissebb hírekkel hétfőn este jelentkezünk. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében köszönöm egész heti figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk esővel. Térségünk időjárását egy magassági hidegörvény alakítja, melyben igen nedves, egyre hűvösebb légtömegek helyeződnek fölénk. Éjjel erősen felhős lesz az ég, átmenetileg csökken a csapadék, de előfordulhat eső zápor. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, elsősorban a nap első felében várható ismét jelentős mennyiségű csapadék, de délután is lehetnek záporok. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül, kimondottan hűvös lesz, napközben sem melegszik számottevően a levegő, délutánra mindössze 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap a jobbára erősen felhős égből már csak szorványosan valószínű csapadék, a jövő hét első felében fátyolos napsütésre is számítani lehet, és számottevő csapadék nem várható. Élénk helyenként erős lökések kísérik az északi-északkeleti szelet, folytatódik az átlagosnál hűvösebb idő 15 fok körüli maximum hőmérséklettel.